Nagyon jó. Na, megyünk két kört, megyünk egy lassabbat és egy fokozatos jó élénket. Éter a kicsinne. Majdnem neki mentem Pipikének, a papsiának. Nézek, csak nem látok. Nyerged, rakd a kocsiba majd. Majd a Viki az viszi az én nyergemet a Londonra. Tessék? Jó. Mindegy, ott a nyergem. Kell a Vikinek. Hát hűveske van, de hát szeptember. 5 vagy 6. Fogalmam sincs. Tudjuk kb. Hogy mi hol van. Pipike készül, London is készül, étvágyuk fantasztikus, dolgoznak, többit majd a jó Isten megmondja, hogy mi hogyan. Egyelőre meg vagyunk velük. Aztán gondolkodik az ember, ugye itt van szeptember 5, tudjuk a dátumot, mikor futnak. Péntek hajnalba indulás szerintem. Ez 2 órás az út, hogy odaérjenek. Azt csinálom, hogy lejövök idehez a kanyarhoz, és akkor szépen átmegyek túloldalra a következő kentrére. Jó korán jöttünk, van nem is baj, sehol senki, hál' Istennek. Tegnap se sokan volt. Ugye Niki megy feletetni, aztán megy anyukájához. Mindjárt érkezik, nyergelik Ibi-Gibit és Bözsikét. Aztán felpattanok majd Poszikára, ő készül jövő hétre, nem tudom, odaére, aránylag lassú, de mondjuk 100 méter gyorsan, aránylag gyorsan el tud menni. 1004-re van a verseny. Stargépbe magától beáll, viszont kijönni már nehezebben jön, úgyhogy jó előjelekkel vagyunk. Azt a kurva életbe. Hát amit beraktam a csikót, a kicsitúrt, az már volt benne 8-szor, a kicsitúr életében először, az 10 hosszal előbb kiugrott, mint a poszi. Poszik az ott el van, legelgetne. Azt hittem, az lesz a legkorai. Vagy ennyit tud. Vagy látjuk, hát drukkolunk. Pavelnak is valamit, azért felébreztem meg kicsikét. Kicsikét meghirigelem, ha nagyon muszáj. Na, pont ilyen valaki, 2 lovas. Hát, igen. Elég, ha egyen, nem kell itt egy nagy csapat. Hát reméljük, hogy nem fog megzavarni minket, majd kifaggatom őket. Mit mennek? Na mi van? Ja. Aha! Lámpámtól megijedtem. Na jó. Lekapcsolom. Na, kitrappolt, egy kicsit megijedt a lámpámtól állítólag. Megsvengolt. Hogy szokolnak ezek mindenhez. Na mindegy. Gyögyörű nap felkelte van. Na lányémat már fotózhatnám, hogy beállnának pózba. Na, jön a második kentre. Jövünk egy jó élénket, szusszanjon egyet, aztán tudjuk a dátumot, tudunk mindent kb. Ja. Egészségesek legyenek, itt az egyik legfontosabb,
akkor tudsz dolgozni, eszik és egészséges. Amúgy csak laborálsz, aztán visszaveszel, mit mersz menni, mit nem mersz menni, nem olyan egyszerű. Elcseszni a legkönnyebb, persze, hogy ne. Ugye egy futás van az ő lábába, Londonon nagyon jó futott utoljára. Hát ő kifogta, sajnos, egyszer ugye nem startolunk, egyszer na be is fordult. Egyszer meg kifogjuk a legjobbat. Hát ez van, és ott mind a kétszer a legjobbat. És mondhatnám, hogy ilyen év ez azért fel nem adjuk, de. Nem könnyű. Na gyere, baba. Ez volt múltkor is, meg ennél jobban egy ló nem menjen. Pláne egy váltásra. Szerintem nagyon jól megy. Na jó, majd.